katolikus szentmise, naponta mérik a jég vastagságát a hold Tiszán, hetedikesként a nyolcadikosok mezőnyében, éjjel-nappal loptak, svédasztalos menza a szolnoki suliban. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2024. január 30-án 18 óra 5 perckor. Misére várták a híveket a katolikus templomba Karcagon. Olvasmány Ózeás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr. Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem. Egyiptomból hívtam meg fiamat. Én tanítottam meg járni Efraimot. Karomon hordoztam, mégsem ismerték el, hogy gondjukat viseltem. Puha kötelékkel vonzottam őket, a szeretet kötelékeivel. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt. Lehajoltam hozzá, enni adtam neki. Szívem elváltozott, egész bensőm remeg. Nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom. Efraimot nem pusztítom el többé, mert Isten vagyok, nem ember. A közöttetek élő szent, aki nem a harag tüzével jön. Ez az Isten igéje. Örömmel merítsetek vizet az üdvösség forrásaiból. Örömmel merítsetek vizet az üdvösség forrásaiból. Íme Isten az én üdvösségem. Bízom benne és nem félek, mert az Úr az én erősségem és dicsőségem. Ő lett nékem szabadulásom. Örömmel merítsetek vizet az üdvösség forrásaiból. Adjatok hálát az Úrnak. Magasztaljátok az ő nevét, a népek közt hirdessétek tetteit. Emlékezzetek meg arról, hogy fölséges az ő neve. Örömmel merítsetek vizet az üdvösség forrásaiból. Zengjetek dalt az Úrnak, mert csodás dalokat művelt. Tudja meg az egész világ, újjongjatok és dicséretet mondjatok Sion lakói, mert nagy a ti körötökben Izrael szentje. Örömmel merítsetek vizet az üdvösség forrásaiból. Alleluja! Alleluja! Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. Alleluja! Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Isten! Abban az időben a zsidók, mivel az előkészület napja volt, és a holttestek nem maradhattak a kereszten, megkérték Pilátust, hogy ő töresse el a keresztre feszítettek lábszárát, és vetesse le őket a keresztről. Az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. Elmentek tehát a katonák, és eltörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték el a lábszárát, hanem az egyik katona beledöfte láncsaját az oldalába. És ekkor vér és víz folyt ki belőle. Az tanúskodik erről, aki látta ezt, és az ő tanúságtétele igaz. Jól tudja ő, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Mert mindez azért történt, hogy beteljesedjék az írás, csontot ne törjetek benne. És ami az írás másain áll, föltekintenek arra, akit keresztül szúrtak. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Testvéreim, forduljunk bizalommal Urunkhoz és jó pásztorunkhoz, Jézus Krisztushoz, akinek szentséges szíve szeret bennünket, és minden ügyünkben gondunkat viseli. Légy, Urunk, főpásztora, lelkipásztorainknak,
szentatyánknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy szíved szerint vezessék a rájuk bízott nyájat, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Támogasd, Urunk, az államfőket, hogy az igazság és a szeretet útján irányítsák népeiket a béke és a boldogulás felé. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hajolj le, Urunk, irgalmas szívvel a megfáradottakhoz, és könnyítsd meg számukra az élet terheit. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Engedd, Urunk, hogy hívő közösségünk minden tagja megbocsátó és irgalmas szívű legyen a te szent szíved példája szerint. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Elhunyt testvéreink, szentséges szíveden lejjék meg az örök nyugodalmat. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, tekints irgalmasan hozzád könyörgő családodra, amely szívvel lélekkel rád hagyatkozik, és a te gondviselésedbe veti bizalmát. Maradj vele, éltesd és vezesd, szabadítsd meg minden bajtól, árazd el szent szíved áldásával, aki élsz és uralkodsz mindörökkön örökké. Naponta mérik a jég vastagságát a Holtisza kijelölt pontján. Arra figyelmeztet a vízirendőrség, hogy akkor biztonságos a jégre menni, ha annak vastagsága eléri a 12 cm. Ellenkező esetben életveszélyes. A szabad vizek befagyott területen minden korosztály számára csábító, ugyanakkor nem veszélytelen. Előfordul, hogy a jégbeszakadásoknak halálos kimenetelű végkifejlete van, ami részben a felelőtlen viselkedésnek, részben a jeget jellemző tulajdonságok nem megfelelő ismeretének tulajdonítható. Mi itt a reggeli időben megmértük a Szolnoki Holtiszának a jégvastagságát, jelen pillanatban 3,7 cm vastag, ez alkalmatlan bármiféle fajta sportolásra, ahhoz, hogy ez biztonságos tudjuk használni, legalább 12 cm-nek kell lennie. A hőmérséklet hirtelen változása, illetve a tartósan enyhe időjárás nagy mértékben megváltoztathatja a jégtakaró tulajdonságait, ezáltal az veszélyessé és kiismerhetetlenné válhat. Mindenképpen azt javasoljuk mindenkinek, hogy tájékozódjanak a part széléről, fel tudják ütni a jeget, meg tudják nézni, valamint az is egy támpont tud lenni, hogy a jég felületen bárki tartózkodik-e. A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha az kellő szilárdságú, nem olvat, nem mozog. A csillogó felületre nem csak a sportolásra, csúszkálásra vágyók mennek, hanem azok is, akik horgászat, illetve szellőztetés céljából léket vágnak. Egyedül semmiképpen ne tartózkodjunk a jégen, tehát mindenképpen próbáljunk meg úgy kimenni, hogy többen vagyunk, és amennyiben mégis baleset történne, akkor nyilván elsődleges az életmentés, illetve a segélyhívás. Légvágás esetén a jégmentessé vált területet legalább 50 méter távolságból felismerhető módon meg kell jelölni. Az 1 négyzetmétert meghaladó területű léket nem elég megjelölni. Azt 1 méter magasságban legalább 10 cm széles piros-fehér csíkozású korláttal körül kell határolni. Ha léket ütünk a mérések miatt, esetleges horgászat miatt, akkor mindenképpen a parton található száraz anyagokkal, náddal, sással, gallyakkal kell ezt a léket megjelölni. A tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság munkatársainak hasznos tanácsai a jégen tartózkodással kapcsolatban. Soha ne menjenek egyedül a jégre, ne álljanak szorosan egymás mellé nagy csoportban, és lehetőleg folyamatosan mozogjanak. A jégen tartózkodás során, ha gyanús ropogást, recsegést hallunk, azonnal feküdjünk a jégre, hogy minél nagyobb felület legyen terhelve a jég, és próbáljuk meg a legközelebbi biztos pontot hasoncsúszva elérni. Beszakadás esetén igyekezzünk a jég szélében megkapaszkodni, és lábunkkal a part felé lökni magunkat, illetve kérjünk segítséget. A megkapaszkodás, illetve a part felé igyekvés során kerülni kell a felesleges mozdulatokat, hogy megőrizzük a ruházatunkban lévő szigetelő légréteget. Ha partot értünk, azonnal menjünk meleg helyre, törölközzünk szárazra, ígyunk forró italt, de kerüljük a kávé és az alkohol fogyasztását. Ne kezdjünk felelőtlenül mások mentésébe, mert életünket kockáztathatjuk, illetve további beszakadások keletkezhetnek. Ezért inkább hívjunk segítséget.
A mentést végzőt lehetőség szerint kötelekkel, társakkal biztosítsuk. Ha más eszköz nincs, egy hosszú, de erős ágat, ruhadarabot nyújtsunk a jégbe szakadtnak. Ha többen vagyunk, egymás lábát fogva, mint egy hason fekvő lánc, segíthetünk. Az akciót követően hívjunk mentőt. A jégbeszakadások megelőzése érdekében érdeklődjenek a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányságon, ahol tájékoztatást kaphatnak a kialakult jégrétek aktuális vastagságáról és ennek megfelelően a biztonságáról is. A szolnoki Holtiszaágon végrehajtott mérések alapján a jégréteg vastagsága 5 cm volt, ami messze elmarad a biztonságosnak mondható 12 cm-es vastagságtól. A mért adatok azonban így is csak tájékoztató jellegűek, hiszen a meder és vízviszonyok miatt eltérő lehet a jégpáncél vastagsága a felszín különböző pontjain. A Szegő Gábor megyei matematika versenyen Gergely Rebeka, a Györfi István Katolikus Általános Iskola 7. A osztályos tanulója 4. helyezést ért el. Eredményéhez szívből gratulál az iskola, és köszöni Antalóciné Balog Ágnes tanárnő lelkiismeretes felkészítő munkáját és családja támogatását. A kisújszállási nyomozók rövid időn belül elfogták a kenderesi betöréses lopások elkövetőit. Ismeretlen tettesek bementek egy kenderesi házba, ahonnan több fordulóban különböző tárgyakat, fejszét, gázpalackot, két keverőtárcsás mosógépet, egy mikrohullámú sütőt, valamint fém alkatrészeket vittek el 30 000 forint értékben. A kisújszállási rendőrösre újabb bejelentés érkezett. Aznap este ismét egy kenderesi családi ház udvaráról loptak el ismeretlenek egy 70 000 forint értékű alumínium létrát. A nyomozók mindkét ügyben helyszíni szemlét tartottak, tanúkat hallgattak ki, melynek eredményeként rövid időn belül elfogták a tetteseket. Kiderült, hogy a kenderesi betörésekhez egy 29 éves helyi férfi köthető, aki egy-egy társával követte el a bűncselekményeket. A nyomozók megtalálták az értékes létrát a kutatás során és visszaadták a tulajdonosnak. Az adatok szerint az elkövetők rovásán több bűncselekmény is van, hiszen az egyik 25 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy tavaly decemberben a kenderesi művelődési ház elől két díszszarvast vitt el, de hozzá köthető egy december közepi, szintén helybeli betörés is. A karcagi rendőrkapitányság több rendbeli lopás vétsége miatt folytat eljárást a tolvajok ellen. Svéd asztal akárcsak a szállodákban. Ezt a közétkeztetésben új módszer tesztelik a szolnoki Kőrösi Csoma Sándor általános iskolában, mely az egész vármegyében egyedülálló. Az eddigi tapasztalatok szerint rengeteg előnye van a hagyományos módszerrel szemben. A svéd asztal erősíti a diákok önállóságát és csökkenti az élelmiszerpazarlást, valamint a sorbanállás idejét is. Az alsósok a megszokott módon tehetik tálcájukra a tányérokba szedett napi menüt, de a felsősök ebédeltetésében megváltozott az eddig alkalmazott módszer. A Kőrösi Csoma Sándor általános iskolában indult el először a városban a svédasztalos menü. Az Ételszigetnél a gyerekek magukat szolgálhatják ki. Én azt gondolom, hogy most sokkal gyorsabban lehet végezni, és órákra is gyorsabban lehet visszaérni. Igen, náluk az legelőször, és én szerintem ez jó dolog, hogy a felsősök most már nem kell beállnunk a kicsik közé, hanem ha tudunk haladni, és akkor órára is tudunk menni hamarabb. És így szerintem jó dolog. A speciális melegen tartó edényeket folyamatosan utántöltik, így sem a frissesség, sem a kiszedhető mennyiség miatt nem kell aggódni. A tesztüzem az őszi szünet után startolt az iskolában. Ez a kezdeményezés egy dabasi iskolában indult, ami a mi iskolánknál még nagyobb is, de azt a tapasztalatot hallottuk, hogy szinte megszűnt az ételpazarlás, és amikor Lics László úr a városüzemeltetés részéről, illetve a Rusvai Károly úr a tankeret részéről megkeresett bennünket, akkor az volt a szándék, hogy legyünk az az iskola, ahol elég nagy a tanulólétszám, elég nagy az étterem, ahol ez ilyen kipróbálásra kerülhet. A Városüzemeltetési Kft. Egy ideje kereste azokat a megoldásokat, amelyekkel a gyerekek étkezés élményét javíthatja. A döntés végül a Finnországban már jól működő rendszerre esett. Az önállóság mellett a fiatalokat a tudatosságra is tanítja az új rendszer. Ennek a
étkezési formának is megvan a zöld jellege. Ugye itt mindegyik gyermek annyit szed, amennyit szeretne, és nem kiadott ételadagok mentén kapják meg az aznapi ebédüket. Így mindenki el tudja fogyasztani az, ami a tálcán van, ami a tányérban van. Így, hogyha valaki éhes, akkor még tud szedni, nem keletkezik ételmaradék. Ha a novemberi tesztüzem pozitív eredményt hoz, januárban újabb iskolákban vezethetik be a svéd asztalos menzát. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcaktv.hu weblapon. Tartsanak velünk holnap is. Viszontlátásra!